táncoló balerinás, lufit tartó cicás, vagy éppen focis motívummal ellátott iskolatáskák sorakoznak a dobozokban. Ezeket a nyíregyházi lakosok gyűjtötték össze néhány hét alatt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Felhívására. A Ne dobd ki az iskolatáskádat kampányt 2019-ben indították, majd a Covid miatt 2 évet ki kellett hagyniuk. Idén azonban újraélesztették az akciót, hiszen sok rászoruló gyermek van, akiknek szerettek volna fenntartható, de élményekkel teli iskolakezdést biztosítani. Az első elképzelés is már nagyon jól sikerült, akkor is nagyon sok iskolatáska került be és egyéb tanszer, viszont az idei év ezt jóval felülmúlta, és többszöröse került beszállításra. Nagyon nagy örömünkre, de úgy gondolom, hogy természetesen a gyerekek lesznek azok, akik ennek nagyon fognak örülni. El kell még mondanom, hogy amellett, hogy természetesen jótékonykodunk, amellett egy hulladék gazdálkodási célt is elértünk, mert ezzel ezek a tárgyak, amelyek bekerültek hozzánk, és ezt továbbítani tudjuk a gyerekek részére, nem váltak hulladékká, nem képződött hulladék, szóval az újrahasználati alapelv is megvalósult. A Nyíregyházi Gyermek Jóléti Alapellátási Intézmény keretein belül 2 átmeneti otthon működik, a családok és a gyermekek átmeneti otthona. A gyermekek átmeneti otthonában jelenleg 16 gyermek kezdi a tanévet, a családok átmeneti otthonában pedig 20 iskola érett gyermekünk van, aki az iskolában kezdi a tanévet. Éves szinten szoktunk mi gondolkodni az adományokban, mert most évelején azért nagyon sok család már készült arra, hogy kezdődik az iskola, és már közel van a szeptemberi iskolakezdés, de azért kiegészítésképpen azért nagyon jól, nagyon nagy segítséget nyújt ez az adomány, nem csak az iskolatáskák, hanem azok a tanszerek is, amik még így el vannak rejtve a dobozok mélyén. Éves szinten a családok átmeneti otthonában 80-100 gyermek szokott az intézményünkben élni, a gyermekek átmeneti otthonában pedig közel 50 gyermek, tehát elmondhatjuk azt, hogy több mint 100 gyermeknek tudunk segítséget nyújtani. Itt arra kell gondolni, hogy amikor a gyerek és a család érkezik az intézményben, nagyon sokszor tanszerfelszerelés nélkül, és az iskolakezdést az intézményünk így biztosítja nekik. A város lakók szociális érzékenységét mutatja, hogy 140 iskolatáska, több mint 110 toltartó, 40 tornazsák, közel 300 füzet és számos más hasznos eszköz is került a dobozokba, vízfestékek, gyurmák, zsírkréták és filctollak. Ráadásul nem mindenki használt eszközöket adományozott. Köszönet érte a kezdeményezőknek, a szervezőknek és leginkább azoknak, akik most is bebizonyították, hogy mennyi jó lelkű, jó szívű ember él Nyíregyházán, akik segítenek másoknak. Hallottam, hogy voltak, akik új táskákat vettek, és nem volt nekik régi, és ezzel segítették ezt az akciót, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és valóban kiegészíti az önkormányzat tanszercsomagját, amit már hosszú évek óta hagyományosan az alsó tagozatos gyerekek kaptak, az idén 4500-an, de hát van, akinek erre is szüksége van. Aki évközben szeretne segíteni a szülővel vagy szülő nélkül átmenetileg itt élő gyerekeknek, bármikor vihet be hasonló tanszereket. Ősszel és az ünnepek előtt pedig főleg ruhákat és tartós élelmiszereket tud fogadni az intézmény, hogy azokat a gyerekeknek adhassák. Akik ha személyesen, rajzzal nem is tudják majd megköszönni, akár csak a most megkapott táskáknak örülni fognak.